hosszú felkészülésen vagyunk túl, tehát 8 hét azért az hosszú, de felkészülés során azért nagyon sok erős csapattal játszottunk, úgyhogy ott már azért a srácok azért megmutatták, hogy azért fel tudják venni komoly csapatok ellen is a harcot. A Bicske ellen sajnos nem jött ki, de azt gondolom, ez bennük van, ezt el kell, hogy higgyék, ezt nem kell annyira borúsra venni, most ez az első mérkőzés volt, az eredmény az nem volt jó, de azt mondom, hogy ebből is meg kell találni a pozitívumokat, és ebből is épülni kell. A kapu elé érkezéseket, átadások, átvételek, meg a labdatartáson a nyomás alatti játékot szeretném azért egy kicsit finomítani, mert azt még mindenképpen csiszolnunk kell. A dolog masszív csapat, tehát azért elég sok játékos a NB2-es múltal is rendelkezik, úgyhogy tudjuk, hogy azért zárt védekezésből szeretnek indulni ők is, pontrugásokban ők is azért erősek, úgyhogy nyilván a héten felkészülünk rájuk, és reméljük, hogy ezt tényleg úgy fogjuk kivitelezni, hogy tényleg ez már eredménnyel is fog párosulni, és tényleg egy jó játékkal sikerül majd előrokkolnunk.